Hölgyeim és uraim! Ilyenkor szoktam mondani azt, hogy nincsen olyan dolog a világon, ami egyszer véget érne. Igaz van, a mai műsorunknak is a végére értünk. Engedjék meg, hogy most tényleg egy picit puskázzon. Én legelőször is megköszönöm minden fellépő nevében az önök türelmét és tapsait. Remélem, nagyon jól szórakoztak, jól érezték magukat a mai koradi utántól, tavaly esti órákban átmentünk. Én azt kívánom, hogy nagyon sokszor találkozunk így, jó kedvel, egészségben és ilyen teltházzal. Engedjék meg, hogy megköszönjem mindenek előtt a kultúrháznak a dolgozóinak ezt a színvonalas műsort, hogy segítettek összehozni, mert nagyon sok háttérmunka van benne. Megköszönöm, hogy a mai napon itt töltötték az idejüket, és segítettek a lebonyolításban. Köszönet Pintérné és Simon Szabinának, igazgatóinknak. Hogy ilyen lelkesen támogatja a magyar nota műfaját is. És köszönet, külön köszönet, mint már említettem, Debreceni Bakos Melindának az esküket. És engedjék meg, hogy akkor elköszönjenek a mai este résztvevői. Először is elköszönöm önöktől a kitűnő zenekarunk Budapestről, Berki László kívánságot. Abonyban is, mint említettem, a világ számos országában muzsikált Berki úr, és most itt Abonyban is egy állomással többlet neki, és kívánjuk, hogy még találkozunk itt ezen a színpadon. Elköszönöm önöktől kitűnő versmondónk, Balogh Tamás Zsolt. Minden helyzet a színpadon. Én akkor többet mondanám, elköszönöm önöktől, és megköszönöm a tapsokat, Fajka Zsanett. Kívánják önöknek áldott békés karácsony ünnepeket, mi a pár napon a karácsony, és nagyon-nagyon boldog, sikeres ünnepő 2016-ra. Isten értes önöket, a hazódon mindenki szerencsés után, és további kellemes estét kívánunk, és ahol szóljon a búcsúcsázás,